Köszöntöm kedves nézőinket november 1-én, minden szentek napján mutatjuk mai híradónk tartalmát. Fizikailag készen van már a csíkszeredai vasúti felüljáró. Novemberben át is adják az autós forgalomnak. Környezetbarát tanuszoda épül Borszéken a Reménység sípája szomszédságában. Jótékonysági bállal ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját az Arbor Vállalkozó Szövetség. Fizikailag készen van már a csíkszeredai vasúti felüljáró, ugyanakkor újra járható a híd alatti brassói útra vezető útfelület is. Hamarosan a felüljáró is átadásra kerül. Első körben várhatóan az autós forgalom előtt nyitják meg, majd pedig a gyalogosok számára is használható lesz. Többször elhangzott már, hogy történelmet ír Csíkszereda a vasúti felüljáró újraépítésével. A munkálatok másfél évnyi ideje alatt sok minden történt, idézte fel Bors Béla alpolgármester. A kivitelezés mellett per is folyt a környéken lakók indítványozására. Elégtétellel tölt el az a tény, hogy csütörtökön október 26-án ismét egy nyertes pert tudhatunk magunk után, hiszen a korábban elindított per után egy újabb pert indítottak el az ott lévő lakók egy része. Nos, most alapfokon ismét kimondta a bíróság, hogy a Csíkszereda városháza helyesen és jogosan járt el. Bízom benne, hogy amennyiben fellebbeznek, akkor ez is ott is egy pozitív döntés születik. A híd építése befejeződött. A felüljáró alatti utat felszabadították, így már a brassói út újra megközelíthető ebből az irányból. Megtörtént a korlátok felszerelése, jelenleg zajlik a tereprendezés a felüljáró környezetében, amely aszfaltozási munkálatokat is tartalmaz, és december elején kerülnek helyükre a hangszigetelő panelek. Ez lenne az utolsó munkafázis a kivitelezés során. Egy apró csúszásunk van. Ilyen még nem volt a híd építése során, és pedig a hangszigetelő panóknak a felszerelése kapcsán, hiszen a kivitelező bemutatta azokat a dokumentumokat, amelyben a gyártó késésre hivatkozik, ugyanis Ausztriából jönnek ezek az anyagok, és neki is a beszerzéssel meggyűlt úgymond egy picit a baja, látva, hogy mi történik itt a körülöttünk a világba, de november hónap folyamán mindenképp meg fogjuk nyitani a forgalom számára az útat, még akkor is, hogyha nem tudjuk a gyalogosok számára is, de az most már biztosított, hogy december elején a gyalogosok számára is meg fogjuk tudni nyitani teljesen, és a munkálat befejezetnek tekinthetődik akkor végre. A Hargita utcai csatlakozás egy nagyon fontos pontja a híd megnyitásának. Az itt zajló felújítási munkálatok is ütemtervszerűen zajlanak. Eszerint pedig még ebben az évben elkészül a 4-sávos, illetve kerékpárúttal és járdával kiegészített útszakasz. Elfogadta a szenátus hétfőn elsőházként azt a törvénytervezetet, amely megtiltja az energiaitalok és származéktermékeinek forgalmazását kiskorúak számára. Megtiltanák továbbá az energiaitalok forgalmazását és reklámozását az egészségügyi intézményekben, valamint az iskolákban és utóbbiak 1 kilométeres körzetében. Az előírást megszegő gazdasági társaságok 25 ezer és 50 ezer lej közötti összegű bírsággal sújthatók. A tervezet kezdeményezői indoklásukban felhívják a figyelmet, hogy az energiaitalok fogyasztása széles körben elterjedt, különösen a gyermekek és a serdülők körében. A Tusnád Eco Bear Festen minden a medvékről szól, de az emberekről is. A hiteles információról, az együttélés kihívásairól és megoldásairól írják a szervezők rendezvényükről. A Medvék és Emberek a Közös Jövőért projekt keretében szervezett fesztivált az Accent Geoökológiai Szervezet valósítja meg a Vox Juventutis Egyesület és a Tusnád Fürdői Polgármesteri Hivatallal partnerségben. A Junior Ranger sátorban
A háromnapos fesztivált második alkalommal szervezték meg Tusnádfürdőn. Ahogy a szervezők fogalmaztak, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, helyieknek, turistáknak, szakembereknek, laikusoknak, szórakozni vágyóknak, vagy egyszerűen csak minőségi időt eltöltő embereknek. A gyermekeket foglalkozások várták, de megtanították az érdeklődőket villanypásztor szerelésére, karbantartására, bemutatták a környék ökodesztinációit, és volt használt olaj gyűjtés is. A fesztivál keretében szervezett konferencia az ember és a medve együttéléséről szólt. A szervezők nem titkolt célja hagyományt teremteni és bevonni fiatal és külföldi szakembereket is, lehetőséget teremteni számukra a medvékről szóló tanulmányaik ismertetésére. Beláttuk azt, hogy inkább a megelőzésben van a megoldás, mert a károk sokkal nagyobbak, mint a megelőzésre szánt összegek vagy energia, úgyhogy inkább erre fektetnék a hangsúlyt, a technológiát hoznánk be, a szaktudást hoznánk be, kapcsolatépítés, networking, minél több lehetőség, amit ezt a város és hasonló települések ki tudnak használni. A civil szervezetek a helyi önkormányzattal közösen dolgoznak. Nagyon jó és nagyon hatékony az együttműködésünk, főként, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai, a sürgősségi csapatnak is tagjai. Mivel én a projekt technikai menedzsere vagyok, nagyon sokat dolgozunk közösen, így például az intervenciós csapatban, amikor a medve bejön a városba, vagy más olyan területre, ahol szükség van a közbeavatkozásra. A szervezők szakemberekkel is a gyermekek, fiatalok képzésével szeretnék elérni, hogy a helyiek másképp viszonyuljanak a medvékhez, elfogadják azokat, de ugyanakkor a turisták is tiszteletben tartsák és figyelembe vegyék, hogy a medve potenciálisan veszélyes vadállat, és nem ökodíszlet egy szelfi elkészítéséhez. A B-kategóriás jogosítvány egyes motorkerékpárok esetében is érvényes lesz. Elfogadta hétfőn a Szenátus a törvény új változatát. Klaus Johannis államfő júliusban nem hirdette ki a vonatkozó kormányrendeletet, visszaküldte újraelemzésre a parlamenthez. Elsősorban azt kifogásolta, hogy az eredeti változatban nem volt világos, miként kell igazolni a 10 órás gyakorlati képzés elvégzését, és hogy a bizonylatot meg kell őrizni, majd felmutatni minden rendőri ellenőrzés során a gépjárművezetői jogosítvánnyal együtt. A szenátus által hétfőn elfogadott változat értelmében a B-kategóriás gépjárművezetői engedélye csak az A1 kategóriájú 125 köbcentiméteres 11 kW teljesítménynél kisebb automataváltós motorokat lehet vezetni. A tervezetet döntéshozó testületként a képviselőház is újraelemzi. Több évig tartó felújítási munkálatok után átadták a felújított Betlen kastélyt a Maros megyei Bonyhán. Az átadón ünnepi istentisztelettel, beszédekkel, valamint kastélytúrával várták a közel 5000 érdeklődőt. Ünnepélyesen adták át a több éves felújítási munkálaton átesett Betlen kastélyt a Maros megyei Bonyhán. Az eseményre közel 5000 érdeklődő gyűlt össze. Borsós Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke elmondta, hogy az elmúlt 10 évben rögös utat járt be a szövetség az épület érdekében. Kezdetben téglajegyeket árultak, és több mint 20 000 darabot vettek meg a tagok, ezzel is támogatva a kastély felújítását. Nagyon komolyan vettük azt, hogy ezt az épületet meg kell menteni. De azért is, mert az épített örökségnek egy része, azért, mert a múltunknak, a történelmünknek egy része, azért, mert egy olyan környezetben van, ahol etnikailag is összetett a lakosság. Nem szerettük volna semmi esetre, hogy ez kimúljon a mi történetünkből, és valóban úgy nagy-nagy feladatnak tekintettük. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület elnöke elmondta, Árva Betlen Kata a kastély egykori lakója emléke és példaértékű élete rendkívül fontos a református egyház számára. Árva Betlen Kata a református egyháznak egy ikonikus nő alakja, aki a maga korában olyan dolgokat tett, amire ugye előtte se utána se sok példa volt, hiszen megküzdött a hitért, és a redély
egyházak patronusa volt, és számtalan sok helyen adományozott, és ennek az emléke ma is ott él az emberekben. Kelemen Hunor RMDSZ elnök hangsúlyozta, az ehhez hasonló munkálatok során nem csupán az épületek újulnak meg, de a nemzeti identitásunk is erősödik. Amikor ezeket az épületeket felújítjuk, tulajdonképpen a nemzeti identitásunkat is megerősítjük, hisz vigyázunk arra, ami a miénk, függetlenül attól, hogy melyik korból való, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonát képezte egykoron. Nemzeti identitásunk része az épített örökségünk is, ez magyar és transzilván egy időben, hisz az erdélyi kastélyok azt a történelmi időt mutatják meg, amely formálta az őseinket. A nemzeti színű szalag elvágása után az érdeklődők bejárhatták az épületet, valamint megtekintették a kis múzeumot is, amely bővebb információkkal szolgál az épületről és annak történetéről. Átadta a borszéki önkormányzat az Országos Beruházási Társaságnak azt a területet, ahová környezetbarát uszoda épül majd. A társaság tér felén van most az ügyintézés, vagyis a közbeszerzés kiírása következik, hogy jövőben elkezdődhessen a 30 millió leértékű létesítmény kivitelezése. Szeptember közepén újabb lépés történt a környezetbarát uszoda építésének ügyében Borszéken. Az önkormányzat nevében a polgármester írta alá azt a protokollt, amellyel átadták a területet az építtetőnek, azaz az Országos Beruházási Társaságnak, hogy a közbeszerzést elindíthassák. Ezt követően testületi ülésen hoztak határozatot a tanácsosok azzal kapcsolatosan, hogy felvállalja az önkormányzat a fenntartási költségeket. Ezzel a helyi városvezetés minden lépést megtett annak érdekében, hogy az építkezés elindulhasson jövőben. Mint ismert, Gyergyószéken a harmadik, Hargita megyében az ötödik tanúszoda létesítését kezdheti el az RMDSZ közbenjárására a Fejlesztési Minisztérium alárendeltségébe tartozó intézmény, az Országos Beruházási Társaság. Már régóta szeretnénk, hogy ugye Borszékon is épjen egy tanúszoda. Tehát a fürdő megnyílt, ott nincsen bent úszómedence, tehát ugye kisebb medencék vannak. De én úgy érzem, hogy fontos Borszéken tanúszoda legyen. Ez elsősorban a borszéki diákoknak, ugye, és szeretném azt, hogy tanórák keretén belül legalább heti két órában azért a gyerekek járjanak úszni, tehát az egészség szempontjából ez nagyon fontos lenne. De ugyanakkor már tárgyaltam a szomszédos települések polgármesterével is, akár meg tudnám azt is elmondhatom, hogy egész Paján a Lárgóig, tehát innen 50 kilométerig is a diákok feljárhatnak ide úszni, hiszen a környéken itt nincsen úszómedence, csak ugye Gyergyószent Miklóson van egy marosi vízen, de akár Bélbor, Holló, Tölgyes, ez egész lapon a diákok mind fenn feljöhetnek hozzánk, és természetesen a turisták is délutánként, hétvégeként tudnák ezt használni. Ezért is mondtam, hogy Borszék kisváros, tudjuk, hogy nagyok a működtetési költségei, de fel tudjuk vállalni, és nekünk is meg fogja ez érni. A szabványméretű tanúszoda környezetbarát tulajdonságokkal bír. Az úszómedence működtetéséhez szükséges energia fele megújuló forrásokból származik majd. Napelemeket, vízmelegítőket szerelnek majd az épületre. A beruházás összértéke 30 millió lej. Borszék önkormányzata a létesítmény számára önrészként a megfelelő infrastruktúrát kell biztosítsa. Az építkezés időtartama másfél-két év lehet majd. Jótékonysági bállal ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját az Arbor Vállalkozó Szövetség. Az eseményt szombaton tartják több száz székelyföldi vállalkozó és rangos meghívottak jelenlétével. Az Arbor Vállalkozók Szövetsége idén ünnepli 20. születésnapját, amelynek apropóján megszervezi a székelyföldi vállalkozók jótékonysági báját. Az eseményre november 4-én kerül sor. Az idén 20 éves az Arbor Vállalkozók Szövetsége, ezért gondolkodtuk, hogy is tudnánk ezt méltóképpen megünnepelni, és hát rájöttünk, hogy egy jótékonysági bál, jótékonysági eseménnyel összekapcsolva tudnánk ezt igazán színvonalássá tenni. Ezért most szombaton, tehát november 4-én a Gyilkostónál szervezzük a székelyföldi vállalkozók jótékonysági bálját. Ezen a bálon, az eseményen három alapítványnak adunk lehetőséget, hogy
adományokat gyűjtsenek konkrét célok érdekében. Ez a három alapítvány az Együtt a Rákos Gyermekekért Alapítvány Marosvásárhelyi székhelyen. A nevéből is adódik, hogy a rákos gyermekek gyógyulásával foglalkozik. A másik kettő pedig a Napsugár az Esőben és az Esély Alapítvány, ők ugye gyergyóiak, ők az értelmi és mozgásszervi sérült gyermekekkel és felnőttekkel is foglalkoznak. Tehát nekik lesz lehetőségek adományozni, tehát adományokat gyűjteni, és a vendégeknek, hogy adományozhassanak nekik. A rendezvény fővédnöke Szirmai Mónika biológus, aki elkötelezett a daganatos betegségek alternatív gyógymódjainak kutatása iránt. Az esti díszvendégei között ott lesz dr. György László Magyarország gazdaság stratégiájáért és szabályozásáért felelős államtitkára, illetve Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Az estet neves elismert fellépők műsora színesíti majd a Csíkmadarasi Népi Zenekar, Molnár Levente operaénekes és a Step Dance is műsort ad. A bál nem csak a szórakozásról, a jótékonyságról szól, hanem a kapcsolatépítésre is remek lehetőség. Nagyon fontos a székelység szempontjából. Fontosságát úgy tudnám elmondani, hogyha idézném egy pár versorát Petőfi Sándornak, a dicsőséges nagyurak. Ebből a versből van, hogy legyünk szemei mindannyian egy láncnak. Szüksége van mindannyiunkra a hazának. Tehát én azt mondom, hogy szüksége van mindannyiunkra a székelységnek, ahhoz, hogy segítsük a székelyeket, segítsük, adományozzunk, és mindig tudjuk azt, hogy adni sokkal jobb, mint kapni. A bál egyedülálló lehetőséget biztosít a vállalkozók számára, hogy új kapcsolatokat építsenek ki, miközben egy felejthetetlen szórakoztató este részesei lehetnek, úgy, hogy egyben nemes ügyeket is támogathatnak. A napszemle végén összefoglaljuk még egyszer a mai tartalmat. Fizikailag készen van már a csíkszeredai vasúti felüljáró. Novemberben át is adják az autós forgalomnak. Környezetbarát tanuszoda épül Borszéken a Reménység sípája szomszédságában. Jótékonysági vállal ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját az Arbor Vállalkozó Szövetség. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, viszont látásra holnap! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.